Egy magyar és egy kínai állampolgárral szemben van jelenleg is folyamatban eljárás, vagyoni haszonszerzés véget több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés miatt a Fehér Gyarmati Járásbíróságon. A vásárosnaményi büntető testület pedig egy grúz állampolgárt ítélt el embercsempészés miatt. Az embercsempészés alapesete az egy három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmény. Ez röviden annyi, hogyha valaki másnak segítséget nyújt államhatárnak a tiltott nem megengedett módon történő ez. Természetesen vannak súlyosabban minősülő esete is ennek a cselekménynek, hogyha valaki ezt vagy, haszonszerzés miatt, vagy több embernek segítséget nyújtva követi el. Az már egy évtől öt évig terjedő tétel, büntethető, és ha bűnszervezetben vagy felfegyverkező fegyveresen valósítják meg, az már kiemelkedő tárgyisú bűncselekmény kettő évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel lehet büntetni. Egyes ügytípusok áradatként érték el a bíróságokat 2015-ben. A migrációs eljárások ügymennyisége jóval nagyobb terhet rót az ítélő székekre tavaly, mint az azt megelőző években. Négy-öt hónap alatt szinte annyi menedékkérelemmel, bevándorlással és tiltott határátépéssel kapcsolatos ügyet tár a bírói testület, a nyíregyházi és főként a nyírbátori járásbíróságon, mint máskor egész évben szokott. Amikor valaki Magyarországra érkezik és menekültügyi kérelmet ad be, akkor ennek elintézéséig tartják itt táborokban. A másik, tehát ez lenne a menekültügy, a másik pedig, amikor illegálisan átlépi a határt és megfogják, gyakorlatilag akkor egy ilyen idegenrendészeti eljárás alá vonják. A kettő nagyon rokonfogalom a lényeg az, hogy a bíróságoknak ilyenkor el kell járni az idegenrendészet, illetve a menekült őrizet kérdésében nagyon szoros határidőkkel döntenek. A Nyíregyházi Törvényszék bírái és alkalmazottjai felkészülten kezelték a tömeges migráció kapcsán keletkezett ügyeket, és a jövőben is kiemelten foglalkoznak azok intézésével.